Sárga színe van azoknak a szemetes zsákoknak, amelyekbe csak papírt, műanyagot vagy fémet lehet tenni. A Városgondnokság 300 szelektív kukát matricázott fel az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy csökkentsék a hulladék mennyiségét. A kukákat olyan helyekre tették, amelyek közelében van hagyományos szemetes is. Milyen hulladékot ebbe dobni kell, az ugye járókelőknél közben, tehát sétás közben, munkába menet, suliba menet keletkezett papír, műanyag, fém, jellemzően csomagolási hulladékok. Tehát ezek azok, amiket szeretnénk, hogyha belekerülnének ezekbe újonnan kijelölt gyűjtőedényekbe. A szelektíves szemeteseket tájékoztató táblával jelölték meg, melyen jól láthatóan jelzik, hogy milyen típusú hulladékok kerülhetnek bele. Ezen kívül a beletett zsákok színe is eltér a hagyományostól, hiszen ezek sárga színűek. Hogyha arra kérjük a magánszemélyeket, arra kérjük a közösségeket, intézményeket, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, legalább azt a részét, aminél ennél lehetőség van, ezzel csökkentve a lerakásra jutó mennyiséget és segítve a igazi körforgásos gazdaságot, magyarul az újrahasznosítást, akkor gondolom, hogy nekünk is ehhez csatlakozni kell, és jó példával kell előjárni. Ez pedig a közterületek hulladékgyűjtését jelenti. A program elindulása után a tapasztalatok birtokában további helyszíneken is bővíteni szeretnék a közterületi szelektív hulladékgyűjtést, hogy környezetbarátabb és fenntarthatóbb legyen a közterületi hulladékgyűjtési rendszer Székesfehérváron. Az utcákon jelenleg összesen 1500 kuka van a városban.